Hosszú és rengeteg mérkőzéssel, illetve utazással fűszerezett idény tudhat maga mögött a nyíregyházi kosársuli. Az NKS-nek évről évre akadémiai csapatokkal kell felvenni a versenyt, ehhez képest sorra neveli ki a válogatott játékosokat, Krivacevics Tijanától kezdve Farkasinszky Orsolyán át egészen Papp Klaudiáig. Emellett az eredményekre sem lehet panasz, így nem meglepő, hogy egy jó hangulatú családi nappal búcsúztatták a 2023-2024-es idényt. Szuper vasárnapi napra ébredtünk, hál' Istennek nincs az a nagy hőség, ami eddig volt, tehát pontosan ideális arra, hogy egy jó évzáró rendezvényt tartsunk itt a szabadban. Ugye a gyerekek itt éppen mögöttünk kosárlabdáznak, ami óriási dolog, mert egyre többen szeretik nálunk ezt a sportot. Az évünket összegezve egy nagyon szuper évet tudhatunk magunknak, mert minden korosztályunk, amit el kellett érni, azt elérte. Tehát úgy gondolom, nem lehetünk elégedetlenek velük. U11-eseink ugye régiós döntőt játszottak, U12-eseink szakmai tornán voltak, az U14-eseink azok játszottak régiós döntőt is, meg főtáblán is voltak, kadett csapatunk szintén régiós döntőt játszunk, juniorjaink kicsit megfogyatkozva bár, de kiegészítve a kadetekkel egy olyan szuper eredményt értek el, amire ebbe az évben nem is igazán számítottunk, tehát ők is egy régiós döntőt játszottak. A kirakat csapat a felnőtt amatőr NB1-ben szereplő együttes, amely a nehézségek ellenére is pozitívan zárta a szezont. Mindent, amit ebben az évben el lehetett érni negatívban, azt elértünk, volt, hogy nekünk sérültünk, betegünk. A szuper dolog, hogy kismamánk is van a képen, a tegnapi nap szülte meg gyönyörűséges pici gyermekét, tehát ez egy óriási öröm volt. Ugyanazon a helyen maradtunk az NB1-ben, ahol ezt az egészet elkezdtük a 14. helyen, tehát a rájátszás az igazából nem osztott, nem szózott nekünk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az év egy méltó lezárása annak, amit mi eddig ezekben az években elvégeztünk. Ezek a gyerekek szuperek, ügyesek, egy halom jó szülővel, itt éppen a szülők sütnek, főznek, arra készülnek, hogy itt a végén itt egy óriási nagy főző versenynél eredményeket hirdessünk, de én úgy gondolom, hogy minden szép és jó. A kosársulisok a hagyományokhoz híven az elmúlt héten egy napközis táborral búcsúztak a szezontól. A csapattól búcsúzott viszont Dobó Lilla, aki Budapesten folytatja tanulmányait és pályafutását, jelenleg pedig az U20-as válogatott edzőtáborában készül a litvániai A-csoportos Európa-bajnokságra. A nyíregyházi játékosok július végén kezdik majd el a felkészülést.